Jó engedély! Végre a találkozó nap! Majdok a törment kedves nézőink! Ezek után, hogy 9-1 a Playoff-ban, azt hiszem nincs miről beszélni. Szervusztok, szervusztok! Ez itt a Rábaszket Podcast 15. adása, már, Az én nevem Gyuri, és itt van velem természetesen Tomi. Szia, Tomi! Szia, Gyuri! Sziasztok! Hello, hello, hello! Hát nem... egy, egy érdekes szakaszáról fogunk most a bajnokságnak beszélni, ugye? Ott hagytuk abba múltkor, hogy... Kettő-nullával álltunk, és most 3-3-mal állunk. Ennek ellenére nem gondolom azt, hogy olyan rettenetesen nagy pániknak kell lennie, ahogy a beharangózó poszban is fogalmaztunk. Vajon okunk van-e pánikra? Nyilván kifejtjük ezt majd részletesebben, de szerintem olyan rettenetesen nagyra nincs. Mit gondolsz? Nem, nem, én is úgy gondolom, hogy ahogy 3 0 nagyon nem szabadott örülni előre dolgoknak, vagy, igen, igen. vagy, vagy túlságosan magasra pozícionálni magunkat, úgy most abszolút nem szabad túlságosan csak lefelé nézni, tehát ebbe, ebből, ebből még, még bármi lehet. Bármi lehet, és mielőtt részleteznénk ugye a mérkőzéseket, Uh, ismételten felhívnám mindannyiótok figyelmét a Facebook oldalunkra, kövessétek be, uh, illetve a podcastre uh, mind a Spotify-on, mind az Apple és a Google podcasten fel tudtok iratkozni, és akkor látjátok, amikor uh, megérkezik egy új rész, uh, amit természetesen a Facebook oldalon is jelzünk uh, ideje korán, hogy föl lehessen rá készülni. Uh, nos, ugye négy kiszámolhatta, még ha nem is matematikus ön, ugye? Igen, ki ki igen. lehetett számolni, hogy ugye négy meccsről fogunk beszélgetni. Ugye 2-0 után a Sopron érkezett. Ezt talán érintettük is valamennyire az előad, előző adás végén, hogy, hogy helye húja jön a Sopron. Az egyik kedvenc E, idézősen kedvenc párharcom az évben. E, érdekes lett a végeredmény, nem de? Bizony azért erre annyira talán nem számítottunk. De hát azok után, ugye, hogy tavaly egy 40 éves hagyomány megszakadt, hogy körmenten nyerni tudott a Sopron, igazság szerint én úgy gondolom, hogy a következő hmm. 40 évet így kellett megkezdeni egy Ez nagyon jó. Ez így van. Ugye 93-56 lett, Uh, hát erre, erre én sem számítottam egyáltalán nem uh, arra sem igazán ugye, hogy talán a hangulat sem volt annyira vérmes uh, mert uh, a mérkőzés ideje ugye, ha jól emlékszem a válogatott futballmérkőzéssel esett egybe uh, legalábbis a napja legalábbis a napja mindenféleképpen uh, emiatt aztán volt uh, volt uh, némi talán némi ember hiánya a vendégszektorban is. Nem feltétlenül, hogy mondjam, tehát hogy nekem nem feltétlenül hiányzott ez, de tény és való, hogy talán, talán a, talán a feszültségfaktor jóval jóval, jóval jóval kevesebb volt. Igen, bár mondjuk az eredmény alakulása alapján lehet, hogy egy. egy, egy, egy igen, igen, de kérdés... Volna, igen, 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 igen. De akkor meg lehet, hogy szórakoztatták volna egymást a, egymást a szurkolók, a, hogyha már a pályán nem történik. Nem érdemleges, bár ugye rögtön a feldobás az ellenemlékezetese sikerült. Mert... Ezt, ezt meg, is szóra, meg is osztottuk a facebook oldalon, hogy ezt a, ezt a remek videót, ahol hát, nagyon rápörögtek a fiúk a... a hogy szokták ezt mondani, ezt a ünnepélyes feldobásra, és a szurkoló társunk elindította a labdát, és azt hitték, hogy ez már, ez már a mérkőzés, de még nem volt azért nagyon-nagyon nevettem. De, de, Tolbert leragálta. tehát ő ment-ment a Soproni játékos után, hogy, 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 itt akkor védekezdik. Hello, el, hello! És akkor mindenki más megnézte őket a csarnokba, hogy itt most itt akarnak, de mondjuk az interneten, hogy keringenek ilyen videók, az a kedvencem, amikor egy játékos meccs közben elrontja, hogy melyik palánkra támadnak, és akkor dob egy önkosarat, de az ellenfél gond nélkül leszedi a labdát, és bedobja a lapról, és úgy hirtelen az mindkét csapat megkeveredik, és már a játékvezetők se tudják, hogy itt most mi történik. Igen. És na, kell egy fél perc, hogy rendeződjenek. Évente egyszer van egy ilyen meccs, és akkor az, akkor az nagyot fut az interneten. Az mondjuk ennél is extrább. De hát, na hát már nagyon-nagyon játszani akartak a srácok. Igen, aztán igazából, hogy mondjam, a jó játékot az gyakorlatilag csak a mi csapatunk nyújtotta. Ugye az első negyed közepétől kezdve egyre-egyre szélesebbre nyílt az olló. Ugye végül a legnagyobb, hát a legnagyobb vezetés az ugye 39 pont volt az belegondolsz, az nem kevés, hogy, hogy egy meccsen valami, valaki majdnem 40 ponttal vezet. Tényleg, szinte minden bejött. Szinte minden jött én úgy éreztem. Igen. Hát az ebben a bajnokságban, meg aztán pláne nincsenek olyan hatalmas különbségek. A, ugye nincsen most annyira kilógó csapat lefelé a, a bajnokságban, tehát így az egész NBA egy azért ez egy, ez egy kvázi kuriózum volt, nem számítottunk rá, meg ugye Göcsej kupán kikaptunk tőlük, úgy, hogy ott nem is volt még teljesen Sopron, de hát ezt mindig elmondjuk, hogy azért a felkészülési időszak mind a játékosokat illetően, mind a csapatokat illetően azért az, az nem, kell, nem kell abból azért ö, ö, nagyon sok következtetést ne vonni, de, de azért akkor is azért ez, 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 egy kellemes meglepetés volt. Ahogy a csapat hozzáállt, a, 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 a teljes dominancia elől hátul volt tempónk, azzal mondjuk a későbbi meccseken se volt talán feltétlenül probléma, de itt látszott talán az, hogy volt egy hetünk, ugye ezelőtt beszéltünk, hogy elérte egy meccs, Volt egy nagyon sűrű kezdésünk, így a két kupa meg a két bajnokival, és utána most akkor volt egy legalábbis volt, volt hat napunk Paks után. Hát ez, 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 ez meg is látszott. Meg is látszott. És még mindig azt mondom, hogy tavaly is megvertük volna a Sopront, hogyha a Kaposvár után nem Szerdá jönnek. De a tavalyi szezon az úgy alakult szépen, ahogy úgyhogy. Az mit, az, az... Azon káros már elmélkedni. Ha lesz egy időkapud egyszer, akkor ne nyúljál bele szerintem abban Igen, az idővonalban, mert ez, ez valahogy úgy. Nem ér. Valahogy Igen. úgy, a, hogy a végével, még ha nem is arany lett a vége, de olyan. olyan... Kevés ilyen amikor úgy, úgy érezheted, hogy olyan kerek lett a történet, nem? Persze, tehát így hogy, van, igen. Tehát, igen. hogy ugye, ugye már a harmadik negyedben gyakorlatilag elszabadulhatott a rotáció teljesen. Ugye ezt ugye jelzi doktor 22 perce, kismattyú 21 perce, a 11 perce, szóval elszabadult a rotáció. Ennek egy áldozata lett, ugye szécs barátunk, aki ugye az ötödik meccsen nem, 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 nem dupla duplázott, a dupla pontokban meg volt, de a lepattanóban ötig jutott el, úgyhogy neki ez a szép sorozata megszakadt, de hát igazából ezt aztán az ég egyet a világon senki nem bánta. Igen, hát ez így most egy kicsit kicsit pihelhetett, úgyhogy a perc átlag a igen Igen, 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 a, a 40-es átlag az lejjebb Igen, hát ez, ez, ez ilyen. Úgyhogy ö, ö, egész egyszerűen szép volt, szép volt nézni, és tényleg, tényleg, a végén ilyen nagyon, nagyon régi emlékeket hozott föl, nem? Hogy, hogy ott vannak a magyarok a pályán, és... és kosarak vannak, meg szép játék, meg, e, e, meg bátorság, főleg. Tehát e, azért Kristóf is ugye megint 10, 10 pont fölött termelt, örvendetesen, továbbra is, rendkívül örvendetesen e, a szememben, és egy rendkívül e, drasztikus változásnak látom ezt e, továbbra is a, az előző képest. E, és, és nagyon, nagyon szép és nagyon bátor akciók is voltak, úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy nem is tudom, ez mit lehet még hozzátenni, ez csak egyszerűen jó volt nézni. Hát igen, lenne még egy-kettő ilyen a szezonban, már szinte azt találnánk, tehát túl sok ilyen. Ez biztos, nem számítunk lehet. túl sokra, sose ilyenekből, de. Úgy, de ez, 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 tényleg ez rendkívül, rendkívül meggyőző volt. Hát igazából nagyjából ez folytatódott egy fél idő elejéig, aztán egy héttel később Debrecenben is. De hát ez itt, 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 befejeztük azt, amit elkezdtünk, ott sajnos már nem. Igen, nem, és ugye nem Morgan nélkül, meg Fepu nélkül, tehát azért pláne, az, az, pláne meglepő volt a számomra, mert azt mondom, hogy még teljes csapattal, de hát azért mégis két komoly erősség, személyiség hiányzott, és így is így is gyakorlatilag, gyakorlatilag 40 percet tudtunk dominálni, és ez, és ez szerintem manapságban nagyon ritka, hogyha normális magyar kupa lenne, és mondjuk egy alacsonyabb osztályi csapattal játszanak, szerintem akkor is nagyon-nagyon ritka lenne, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen van. Úgyhogy örventünk és 3-0 volt. Ugye azért ezt rögzsít, rögzítsük, hogy, hogy bizony itt álltunk három egész forduló után uh, veretlenül. Uh, azért, hát ezt nem néztem utána, de azért ez sem, uh, uh, ez sem most, mostanában, emlékszem ilyesmire. Hogy, hogy a, hogy a bajnokságban így berúgtuk volna az ajtót. Igen, hát ráadásul úgy, hogy, hogy azért Pakson is eléggé meggyőzően igen, igen, igen. nyertünk, ezt azért szerintem Nyugodtan el lehet mondani, hát ez a Sopron meg aztán pláne. Úgyhogy nagyon-nagyon jól indultunk. Ugye a múltkor itt beszéltük, hogy most akkor hogy ez most hogy is mondtuk, hogy hogy P-A plusz az értékelés, és vagy valami ilyesmi. Igen, igen a igen. igen. az elején, hát ezt, nem, ezt, ezt tehát abszolút folytatjuk. A, a B plusz inkább, tehát hogy ez a, ez a nem nem teljesen a a igen, csillag, nem, de azért de azért ott az ötösnél ötösnél. azt mondtam, igen. És ugye megvillant az, hogy, 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 hogy huha, huha, huha. E... Annyit annyi csak egy mert csak bejött közben, hogy ez a legnagyobb különbségű győzelem holtversenyben a idei bajnokságban eddig. Tehát most, most, már tényként is mondhatjuk, mert a Falkó Kaposvára a holt ez a 37 pontos különbség végeredményben eddig a legnagyobb különbség a, a szezonban, a teljes magyar bajnokságban. Ez itt az első szakaszban szerintem egy egészen jó dolog. Én azt, azt gondolom, itt a mindennek azért az elején, mondhatjuk még mindig, mert a hatforduló az, az oké, okay, az, már, az már valami, de hát azért tudjuk jól, hogy amíg amíg igazolni lehet, amíg játékos lehet cserélni, amíg amíg, amíg ezek a tényezők fennállnak, addig addig azért drasztikus változások is történnek. És ahogy említetted is, hát ezzel a 3 0 mentünk el Debrecenbe, eh, ahol valami egész parád és első fél időt csináltunk, ugye 16 ponttal vezettünk, eh, én ezt ugye már eh, csak utólag tudtam megnézni ezt a mérkőzést, de annyit írtam csak föl, hogy nice, tehát hogy, 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 hogy így, így nem is nem is eh, jutott eszembe semmit sem kiemelni, csak hogy, csak hogy ez, ez szép. Benetesen rendben volt az első fél idő. nagyon, nagyon tényleg tehát az ember a, nehezen találta a szavakat. Egész egyszerűen rendben volt a védekezésünk, 7 perc alatt kaptunk 3 egész pontot a mérkőzés elején. Uh -huh. Teljesen beváltott Zsogó fogta Edvint, ugye, akit a tavaly Paksról ismert, Tünk, és azért, azért a bajnokság egyik legjobb ö, kis embere volt. Itt azért még itt nem tűnt fel annyira a kárternél az, hogy milyen alapvető hiányosságai vannak, majd róla talán később fogunk beszélni. Hát a, a Tolbert csinált egy eszméletlen dupla-duplát az első félidőben. Igen. A kúknak ezek a betörései így, Jobb kézzel, ahogy fölteszi, tehát úgy ment be, mintha nem is tudom, tehát sétálna a, a főutcán, tehát egész egyszerűen elképesztően nagy különbség volt. És tényleg úgy volt ez a 16 pontos különbség, hogy néhány ilyen lecsorgó palánk alatti jelenetnél, labdaszerzéseknél kiesett a kezünkből a labda, a félidőt is egy dudaszabas duplával, amit nem adtak meg, zártuk és igazából ott a második negyed elején, első negyed végén volt Edwinnek egy-egy ilyen gyors leindulása, amit befejezett, hát nem felállt védelem ellen. Ezek voltak, de egyébként a 16 pontos különbségnek, hát én szerintem nem is olyan nagy túlzás, azt mondom, hogy még a örülhetett, mert akkora. Körülbelül, különbség. igen, 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 igen. Hát, hogy, hogy egész egyszerűen abszolút folytattuk azt, amit a Sopron ellen, tehát hogy egy teljesen elől-hátul mindenben, mindenben jobbak voltak. Voltak tetszetős támadásaink, volt, ha ebbe, ebbe, volt egy, egy, nagyon szép, ha jól emlékszem, egy doktor takásnak takácsnak a gyűrű alá. Igen igen, 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 igen. Úgy emberek is hozzátettek, hát ő, ő, Kuk meg Tolbert vitték a csapatot. Nem nagyon, nem nagyon tudott itt mit kezdeni velünk a Deac, és ugye tegyük hozzá, hogy Morgan és Fepu még ezen a mérkőzésen sem voltak, nem utaztak Debrecenbe. Úgyhogy, úgyhogy, meglepően, meglepően jók voltunk, nagyon extra volt, a, volt az egész. És hát ugye, hogyha tegyük hozzá, hogy 56 pontot kaptunk a Soprontól, közben azt, azt, is megnéztem, hogy ez a legkevesebb dobott pont egy csapattól az idei szezonban az nb 1 ben egy meccsen. És ugye hát ennek a felét 28-at kaptunk a deactól itt a, itt a az első fél időben, tehát ezt, ezt tulajdonképpen vittük tovább. Csak hát sajnos, sajnos itt aztán, itt a tündérmesénknek, itt a, a, szünetben azért, azért, azért hát itt, elég, elég szépen vége Itt van a töréspont, mert ugye a harmadik negyedben beütött a krak. Egyrészt ugye az addig 28 pontot dobó Deac csak a harmadik negyedben vállalt 27-et. És hát egy kicsit megállt a tudomány. Megállt a tudomány, és följöttek ugye három pontos különbségre a, a negyed végén. Mit láttál, mi, vol, mi, volt ennek főképp az oka? Az biztos, hogy a Debrecen sokkal följebb védekezett agresszívebben, azt nem, tehát azt, hogy kúk csak úgy betöregesen, azt teljesen, teljesen Hát nem kizárták, nem tudom, hogy mondjam. Tehát azt próbálták, és nem csak próbálták, hanem sikeresen meg is akadályozták. Ebből jöttek a uh -huh. az előkészítés nélküli tripláink, amit, amit el kellett vállalni. Volt olyan, hogy öten körbeálltuk a hármast, és akkor jó, akkor, akkor dobjuk el. Ja, a, igen, ö... igen, 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 emlékszek nyilván senki sem megy a támadó Mint a, a sámán körbeálltuk. A... Igen, igen, tehát hogy itt, itt azért egyből jött az, tehát a Debrecen azért tényleg ö... jóval határozottabban védekezett. A második fél időben az egyik légiósuk nem játszott, itt az ugye, azért három ö... légiósuk van gyakorlatilag a magas posztokra, ami azért kvázi kóriúzom is a magyar bajnokságban, ez a Buckles nevű, az elején ő első fél játszotta azért a percei nagy részét, hanem az egészet. Ő vele azért lassabb volt ez a Debrecen, úgy látom, és az nekünk az jobban feküdt. tehát uh -huh, hát a nekünk alatt az főleg értem egyébként Kártert, mert ő Kárternél, így most főleg így visszanézve a meccseket azt láttam, hogy amíg egy kicsikét olyan combogósabb az ellenfél, addig Carternek a hiányosságai, vagy, 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 fogalmazunk így lomhasága, ami most az mennyire szándékos, vagy mennyire ilyen az egész ember, azt ugye ilyenkor nem tudom én megítélni, de hogy egész egyszerűen az, hogy, hogy egy kettő-kettőnél, hogyha jól bepasszolja az ellenfél, akkor én így két méterről még csak nem is szemmel verem, hanem csak ránézek az ellenfélre, az itt kijött a második félidőben, de, de az első fél időben, főleg támadást, tehát ha kellett, akkor egy támadás ott háromszor adott elzárást, és a többit csak meg, meg hátul is még úgy, úgy, ahogy ő rendben volt, mert a Deac tempója volt. Kicsit lassabb, nem voltak annyira mm -hmm. agresszívek, és ebben nem tűntek föl Kárternek az elő-hátul meglévő ő hiányosságai. Ő, ehhez még meg az egész, mi tudtuk, így tudtuk dominálni a Debrecent. Csak azért mondom, hogy, hogy, hogy a második fél nem ez volt. Tehát sokkal kijebb jöttek védekezésre, hát a fociba, foci, nyelven szóval felértolták a védekezést, gyorsabbak is voltak, több jó leválást csináltak befelé, úgyhogy itt erre viszont már akkor azzal próbáltak élni, hogy ugye Williamson és Bújevics 4-es, 5 hogy azért többször volt olyan, hogy Williamsonra a, a, azért kilóban centimen kevesebb volt a körbendi játékos mögött, és így be kellett ütni faltot, vagy ha nem ütöttünk be faltot, akkor érvényesítette az erőfölényét, tehát ö, ö, aztán az, hogy a Djogolt az ennél jól fogta Edvint, aztán mikor váltottunk, vagy kényszerből, vagy mi gondoltuk úgy, Drenovacot már nem fogta olyan jól, úgyhogy itt ezek, ezek, ezek így összejöttek, úgyhogy ö, hát sajnos, sajnos, sajnos nagyon jól felzárkózott a Debrecen. Aztán az egyik negyed elén egy pillanatra úgy tűnt, hogy, hogy talán eljátszok a paksi történetet, hogy nagyon elhúztunk, ránk jöttek, és akkor még egyszer megnyeljük kvázi a meccsen. Igen, mert újra vezettünk Kilencel. el, ugye? Mert igaz, durázi hat ponttal kezdődött a negyedik. Igen. negyed, szépen ott megint megindultunk, megint, 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 megint csak aztán sajnos az volt igazából az utolsó... Ö hát... fellágolás fellángolás, igen. Fellángolásunk, mert ott, ott hat pontot dobtunk másfél perc alatt, majd a maradék nyolc és fél perc alatt szinte hatot. Hat igen. És hát dühítő módon átvette a vezetést a Deac, és meg is nyerte a meccset, úgyhogy ugye hogy kettő, összesen 2 kettő perc 13 másodpercet vezettek az egész meccs során, de ez sajnos mindig örökérvényű maradt, hogy azt a végén kell ha már vezetni akarsz, úgyhogy ők a lehető legjobb időpontba tették meg ezt sajnos. És hát kicsit érdekesen alakul alakítva a mérkőzést, de végül kiosztották nekünk az első sallert gyakorlatilag. Hát igen, ugye az, hogy egy összességben szoros meccsen azért az, hogy 3. 50 nel a végéről dobjuk az utolsó pontot. Tehát majdnem az hmm, utolsó négy percében nem dobjuk pontot, igen. hát ez, ez, ez megengedhetetlen. Ez... Volt a 25. percben egy gyakorlatilag fölösleges, még kicsit könnyű sippal befújt jogófajt, egy ilyen Bújjevics 2-2, ott is hát, ugye a Kárter még kim volt a hármasnál, amikor Bújjevics már zsákolni akart, hogy a jogó kicsit így a derek, hát én nem tudom, tehát ott az nagyon könnyen befújták, és ő azért, azért, látszott durázni, hogy még nem tért vissza a, csúcsformába, tehát ott az az, 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 ott nagyon nem hiányzott ö, ö, az a fajt, és jó lett volna, hogyha Nikola pályán tud maradni. Amikor visszajött, akkor volt két triplája, de főleg az egyik 68-70-nél a gyűrű úgy dobta ki, hogy, hogy rohadna meg az a derekát. Igen, 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 igen. Aztán ugyanúgy 68-70-nél Kristóf kihagyott két büntetőt, majd aztán akkor volt az a jelenet, hogy Edwin 10-11 másodperc alatt hozta át a fél pályán a labdát, és abból a támadásból dobta a Drenomáca fordító triplát. Tehát ott egyébként vissza kellett volna kapnunk a labdát, mindegy zárója bezárva ez van, csak ugye ez egy lélektanilag ez mindig fontos momentum, hogy egy, egy, egyik csapat egész meccsen vezet, a másik folyamatosan ostromolja igen, és igen, és igen, igen. a különbséget. És sikerül? Jól, és hogy az, igen, az a lélek tanulnak ott van, hogyha az, az, sikerül, és akkor áthozza időn túl, majd szinte a, a támadói utolsó másodpercében, meg akkor dobnak belőle egyébként úgy kvázi emberről egy tripát. Tehát azt azt, 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 ott, hogyha meg tudtuk volna úszni, vagy azért, mert a játékvezetők éberek, vagy azért, hogy ez az egy kicsit Extra tippla az ott lejött volna, ki tudja. De hát ez van, van ilyen ugye abból a szempontból dühítő, meg majd az etemecsről beszélünk, hogy hogy, hogy három Vázi sima meccset nyertünk, és utána a rossz érzésű az első olyan, ami, ami szoros, az, 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 viszont, az viszont nem a miénk. Lána úgy, hogy az is sima meccsnek indult, ugye? Tehát, hogy hát az, a, az a, meg... Igen, hát az meg... Tehát, persze. hogy, 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 hogy um, elég, elég simának indult, meg elég uh, szépen összerakottnak, és hogy így összeesett. Én még egy dologról kérdeznélek, hogy uh, ha jól vettem ki, ugye... Itt azért, ugye, Mócsán kapta az évet. Nagyon, nagyon helyesen a körmendi útrák, hát te így megemlékeztek arról, hogy hogyan távozott körmendről. Hát azt, azt meg a debreceni riporter nem túl helyesen ezt nem értette, hogy ez az egész miért van. És akkor megjegyezte, hogy mások vagyunk. Hát Igen, 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 igen. Erre is akartam Debreceli... utalni, hogy hogy tegyük már ezt tisztába, hogy még kapja. Hát igen, igen, de ugye egy riporter mondta, hogy szerencsére mások vagyunk, hát azt tudom erre mondani, hogy, hogy én is örülök neki, hogy mások vagyunk, tehát ilyen szintű felkészületlenséggel meccset között itteni. De azért nagyjából, még ha elfogult is, azért azt lehet érteni, hogy Mócsán miért nem a körmendi szurkolók kedvence. Most az, hogy a trágárkodással nem tud azonosulni, az egy másik kérdés, de azt, hogy azt nem érti, hogy egyébként miért nem, miért nem, miért nem, marad csupa jó emlék róla körmenden, azért azt viszont már valami fajta, vagy valamilyen szintű tájékozatlanságra val. De hát ez van, ez, ez nem baj, vagy hogy, ez a riporter is megvan, é, igen, így. egy ilyet. Igen, 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 igen. Nos, uh... Oké, okay, 3-1, oké, okay, uh, ZTE, ugye péntek, pénteki, pénteki mérkőzés, péntek este hétkor volt, ha minden igaz, ha jól emlékszem. Uh, hát ugye visszavágó bronzmes tehát nyilván a, ez a ura elklasszikózás, vagy mi, vagy most ez a most a, most a melyik elklasszikó, melyik elklasszikója, de mindegy is. Ez ugye egy örök párharc, plusz ugye a bronzmérk, a tavalyi bronzmérkőzés visszavágója. Elvileg ugye már teljes kerettel. Bizony. Hát ez, ez azt a tényleg nagy, nagy derbinek ígérkezett. Hát átrakták péntekre a szombatról, de hát ez azért a azért ezt a hangulatot, meg a teházat, ez, ez, ez egyáltalán nem befolyásolta. Hát ez egy olyan meccs lett, amiről aztán az, amiről az, az, már aznap este lehetett volna még utána egy két órát beszélni róla, úgyhogy hát tényleg, télek lehet, hogy azért, hát nem, is az, nem a színvonalában, de izgalmában, Szimonában biztos elgább. nem, szerintem, de igen. Igen, igen tehát hogy, hogy, abban, viszont, abban viszont valószínűleg az alapszakasz egyik legemlékezetesebb meccse volt. Hát nagyon, nagyon sajnálom persze, hogy ezt, 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 ezt elbuktuk, hát egy zete elleni hazai az, az mindig különösen fájó. És egy ponttal elbukni, ugye? Igen. Úgyhogy... Azért hát ez, ez, az, az nem tudom, hány kés, vagy hány, hány bicska az ember szívébe, de e, valóban valóban nagyon szoros, nagyon komoly rangadó volt. Szerintem már mint úgy értve, úgy nem biztos, hogy, a, a, hogy mondjam, a végső helyezések is ezt mondják majd. De e, nyilván van egy óriási óriási párharc, egy újabb fejezete volt, és. és a küzdésre szed, de nem lehetett panasz egyáltalán. Nem, az, az persze, belementünk ebben rendesen. Itt, itt, is az visszajött ugye a Morgan, meg, meg Fepu, de hát azért még látszott nagyon, hogy, hogy, itt még messze van a csúcsformától, tehát amíg a Zalaiaknál a Tóth Ádám a meccs egyik tudott lenni, Fepu ugye percember volt gyakorlatilag, ez azért nyilván lehetett volna, ha ez fordítva van, akkor, akkor máshogy is alakulhatott volna a történet. Hát itt, itt megint eljöttek jöttek a körbendi évtizedes problémák a, a büntetőkkel, ez a tíz büntetőt kihagytunk. Tíz bizony. A hazai pályán főleg az, az nagyon sok, egy egypontos pontos hát az, az gyakorlatilag rengeteg. Meg azért itt előjött egy-két olyan eladott labda, ami, hát, hogy, amit azért rossz volt látni, hogy azért elkerülhetőnek tűnő. Igen, kicsit voltak olyan, azért nyilván ennek a meccsnek is azért voltak, hát ilyen Benny részei is, de, de, de valóban Ilyenkor én, én ezzel, ezzel, kapcsolatban azért megengedő vagyok egy picit, mert, mert ez azért mégiscsak giga hangulat, meg giga, de giga, tényleg, tényleg voltak sajnos, sajnos ilyen, ilyenek is, amiket mondtál. Az, 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 egy néhány gondolat, ugye, hogy Carter először nem kezdett, aztán a Fehérváron újra, tehát mégis akkor ez volt az egyetlen ilyen meccs. Azért ez mindenképpen üzenet értékű az páros részéről, azt gondolom, hogy... Igen, beszéljünk palánk. akkor erről most, igen, beszéljünk. Róval. Hogy, Redes ugye úgy, hogy a Tóth Osztóics párossal azért palánk alatt egy erős zetének álltunk így neki, hogy, hogy Carternek ezért ezt a, ezt a hozzáállásbeli, vagy nem is tudom miből adódó dolgait azért már nehezen viseli el a csapat. Tehát az, hogy ő nem mindig, nem mindig ér oda, ova, hmm, kellene, vagy nem igen. túl fegyelmezett. Úgyhogy, hát ugye nyilván azért, hogy őt egy csakarón helyére hoztuk azért, hogy egy... Hát van, hasonló, de azért másban meg mégsem szituációba keveredünk centerposzton. Hát ennek azért ennek, ennek, ennek nem örülünk aztán az első negyedben ott balánk alatt is szerezte az Ete a, a pontjait, mi nagyon jól megindultunk, az Ete rosszul dobta a triplákat, de ott azért már látszott akkor is, hogy ott azért a gyűrű alatt tesznek gondok. Én abba a bűnbe estem, bocs, hogy közbevágok, de abba a bűnbe estem, hogy, hogy azt éreztem, hogy ha pártatlan lennék, akkor nagyon. Eh, akkor tetszett volna, amit a Tóth Ádám csinál. Mert szerintem elég sallangmentesen, elég jól, jól nyomta. Eh, nem tudom, hogy volt-e konfliktusa most mondjuk a közönséggel, azt, azt nem, nem vettem észre, de, de szerintem ő most eh, eh, hát eh, megmutatta a különbséget a eh, mi jelenlegi magas ember állományunk, meg, meg, mondjuk, mondjuk azon páros között, szépen szerintem. Nem tudom, mi a véleményed erről, de, de, de igen, most, most meg, meg, megcsip, ott, meg, megcsípték ezt a részét, úgy gondolom, annak, ahol, ahol sebezhetők voltunk. Igen, meg hát, hát ugye most, most ért is vissza Egerszegre, jó, jó, pár év után megjárta az országot, ő, távozott onnan, nyilván az első körben tehát ott az elejétől fogva tüzelte a vendégtábort, Ö, amellett tehát, nyilván a játék tudását is beletette rendesen. Igaz, hogy azért néha 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 azért három másodpercben vagy, amikor így pozíciót fogott így két kézzel hátra, amit azért annó emlékszem Csorvásinál elég rendesen beszoktak fújni a játékvezetők, amikor ő a körmendi színekben volt, azt azért itt egyszer-kétszer elengedték a játékvezetők, de kétségtelenül, hogy egyébként, egyébként jól játszott. A, 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 hogy mondjam, a, egyébként szerintem a körmendi közönségnek vele személyesen azon kívül, hogy Zalai olyan komoly gondja sosem volt, tehát én, én most sem gondolom, hogy egy lehet, hogy csak úgy. nekem volt. Az, nem tudom, lehet, az, lehet, 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 az nem, lehet. Nem tudom, lehet, Nincs kizállam, jobban hogy... belegondolva, tehát amikor mondjuk Pakson játszott, vagy Debrecenben, tehát azon kívül, hogy meg lett neki finoman említve, hogy, hogy, hogy honnan származik, és akkor azt dicsőítettük meg, azon kívül, hogy így konkrétan az ő, mint az ő személye, akkor csak, ah, nekem, akkor csak, nekem, akkor felhőztel néha a fejemet, de ez elképzelhető. Nem, nem tudom, tehát hogy, meg én nem, tehát, hogy úgy egyébként ilyenre nem emlékszem, hogy ő neki ugye körment táborral, vagy bármelyik más, tehát hogy valamelyik másik táborral, hogy konkrétan személyesen lett volna valami aférja, ha mégis, akkor majd, majd, majd írjátok be a... Igen, 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 akkor igen. Akkor javítom magamat. Minden. Nem, minden. Hát az te, hogy egy ilyen center, ilyen center az egyébként nyilván, hát nem a Tóth Ádám, de, de mondjuk ugye, nyilván tavalyról, hogy Omenaka, az, az nagyon, nagyon jó tudna jönni az idei körbenbe. Hát sajnos, sajnos ez van, jó játszott, meg fél, tényleg így volt nagyon feltűnő, hogy nagyon rosszul dobták a triplákat, és hogyha ezt nem tudták volna a palánk alatt ennyire egyens, ö, ellensúlyozni, akkor, akkor, ö, akkor Simán megnyerjük a meccset. Hát a, a, ami meg megint egy kicsit ilyen, ez a, amit előre vártunk, ez az, ez, hogy elhúzunk, aztán az ő jönnek, aztán a harmadik negyed elején brutálisan jobb voltunk, mínusz ötből csináltunk plusz tizet, kevesebb, mint négy perc alatt. Igen, igen, ment igen, ez a ment az nagyon bőrtünk rendesen. Igen. De aztán a végén, ez egy pont, ugye talán tavaly volt az még a, a, az alapszakasz folyamán, ugye amikor a hosszabbításban durázik sorában nyertünk, hát most visszakaptuk, vagy hát nem tudom, úgy fogalmazunk, -e, hogy visszakaptuk el, most, most, arra, most arra dőlt el a dolog. Igen. Itt a harmadik negyedben, amikor azért megfordították, ott, ott az, az nagyon, abból fájó volt, hogy, hogy két csapatfaltunk volt, amikor folyamatosan a, a az egy kis előkészületlenül eldobott labdáink, vagy vagy, vagy az egyensúlyosan eladott labdáink után gyorsan átrált rajtunk az ete is, uh -huh. és, és simán félpályánál oda lehetett volna egy kicsit ütni, vagy kicsit megtámasztani, de átjöttek rajtunk és zicsereket dobtak. Még a negyed végére se lett meg az öt ö, csapatfaltunk. Itt, itt ebben egyértelműen követtünk el. A, tehát az, hogy ott a az 56-46 után ilyen gyorsan visszajött az ETA, sőt átvette a vezetést, ott ebben az, az, egy, az egy elég nagy hiba volt. A negyedik negyedben meg az, hogy, az, hogy egy utolsó másodpercben adattuk Tolbertnek a labdát, akkor, amikor reménytelen volt a helyzet, és, 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 és csinált egy ilyen befordulást, támadó lett belőle, le kellett tűnnie Falt gondok miatt, és ez, ez legalább annyira volt fájó, mint Jogo négy fartja egy héttel korábban Debrecenben. Voltak ilyen, ilyen Morgannek volt egy-két olyan passza, hogy, hogy meg, meg, erőtetett támadás befejezése, amit nekem hát nagyon nem tetszett. Úgyhogy hát itt azért jöttek, jöttek azért a hibák, de hát ennek ellenére én, Ugye a végére az utolsó, nem tudom, másfél percen még egy körmendi vezetésről tudtunk neki, úgyhogy tényleg az utolsó pillanatig lehetett bízni abban, hogy meg lesz ez a meccs. Most, amit akartam tőled kérdezni, hogy 17 másodperc a plus plusz egynél. De te nem tolnál? Plusz egynél? Igen. Hmm... Nem tudom, lehet, hogy erről már beszéltünk egyszer, nem, hogy, hogy ki, ki hogyan áll hozzá. Igen, uh, ugye abszolút az lett a, tehát, a, tehát az biztos, hogy úgy az általános hozzáállás az edzők részéről, így nemzetközileg is azt látható, hogy, hogy azért alapoznak, hogy, hogy szint gyakorlatilag mindenki, hogy ezt ki kell bekkelni. Figyelj, nem tudom, tehát talán, kis, talán kisebb, hogy mondjam, azért ha be kell dobni a végén, mondjuk akkor neked már mínusz egynél a kosarat, e, hogy milyen? akkor most fogalmazunk úgy, és most egy kicsit, kicsit talán pikét leszek, és elnézést tesz valakit megbánt. E, én nyilván a saját csapatunkat láttam a legtöbbször, e, és néha úgy érzem, hogy nálunk sokkal nagyobb a, annak az aránya átlagosan, hogy egész egyszerűen nem tudjuk játékba hozni a labdát. Érted, mm -hmm. mit mondok? Tehát, hogy, tehát, hogy nekem nagyon-nagyon sokszor euh, még, a, még, a, még, a, még a, ilyen kult még a bedobás előtt bevillan, hogy Jézus Mária, felelem, hagyjuk, ki is hagyhatjuk azt a dobást, csak legyen dobás belőle a végén, mert már annyiszor láttam azt, hogy, hogy itt van ez az x másodperc, akár mennyi is az állás, el kéne jutnunk egy dobásig, és képtelen vagyunk eljutni egy dobásig. Tehát én jelen helyzetben a saját, ha, ha most, ha most, ennyi lenne az MT irányítása, akkor én biztos, hogy arra várnék, hogy az ellenfél hagyja ki a döntődobást. És nem faltolnék azért, hogy, hogy a mi kezünkben legyen a, legyen a támadás, de pusztán azért mondom, és lehet, hogy számszerűen ez nem igaz, de nyilván én a körbenet látom a legtöbbet. Nyilván lehet, lehet hogy mondom, ez számszerűen nem igaz, de nekem folyton rossz érzésem van arról, hogy amikor, amikor szorosan levédenek egy bedobásnál, hogy, hogy mekkora, vagy hogy mennyi. Hibát elszoktunk ebbe véteni, nem tudjuk jól bedobni, ellenfélhez dobjuk, kidobjuk a pályáról. Vagy csak fontos másodperceket veszítünk. Csak, a vagy csak rengeteg fontos másodpercet veszítünk. Tehát nálam még mindig az lenne, hogy próbáljunk a nyakán maradni az ellenfélnek, aztán nyilván a kettő plusz egyet et ne nyomja, de faltolni csak akkor, hogyha, hogyha végszükség esete, vagy mit tudom, egy blokkolás, blokkolás közben. Uh -huh. uh, szándékosan nem adnám a saját csapatom kezébe a, 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 a klács dobást. Értem. Itt egyébként ö, tényleg majdnem bejött ez a, a, taktika, mert ugye azért nem arról van szó, hogy itt más, másfél perccel a vége előtt egy kidolgozott figura végén, ő itt a, ha már a tavalyi győzelmünket ott ugye Chambers az alapon befutó Durázinak adta a paszt, aki föltette az icert, Ö, hanem, ö, hanem itt az volt, hogy egyébként Jogó szerintem egészen jól ö, védekezett mm, mm, -en. igen. en Nem ő vette fel először, hanem Morgan, csak ott volt egy váltás, és a Jogó egészen jól védekezett, ott Tóth Ádámmal nem ette meg a dolgot, nem váltottunk el, és egy eléggé ilyen kényszerített dobás dobott el Higgs, csak aztán Osztoics a, a tripráról befutva hát morgan megelőzve ö, leszette a támadó lepet, a Tolbert pedig a túloldalról nem ért oda, és ö, ugye tette föl, úgyhogy így különösen, hát így, így az meg aztán pláne különösen fájó volt, de, de azért mondom, tehát semmiképp sem tartom rossz döntésnek azt, hogy nem fordulunk oda, csak hogy valahogy, valahogy az ilyen 170 pontos meccseknél ott valahol az én államban benne kérdőjel, hogy a védelmemben bízok jobban, vagy a támadásomban, amikor még van idő, de az biztos, hogy az általános hozzáállás az ez, hogy inkább védekezzék ki a csapatok. Ami még a legvég, ugye mondjad? Most csak annyi, hogy biztos, hogy ennek is van tudományos magyarázata, de. de. Mármint, hogy itt igazából mit kéne választani. Ez mindig nekem olyan, olyan, olyan... Nüanszos, tudod? Tehát, akkor hogy... Egyet, még egyet kérdezek. Nyilván nem csinál ilyen hibát az ete. De ha a német ákos hozta volna föl a labdát? Hmm. Öh. Ah. Öh. Én magam akkor se biztos. Én magam akkor ah. se biztos. Akkor is... Öh. Mm szándékosan nem, nem, hiszem, hogy Jó, oda, odaütöttem volna neki. De mondom, tehát ez sok, nyilván, nyilván, rengeteg minden tudományos most már a kosárlabdába. Ezek a szituációk nekem még mindig fej, kicsit fej vagy írásosak, hogy, hogy Aha. igazából bármelyik bejöhet. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg itt erre aztán végképp nincsen, nincsen, nincsen olyan recept ha lennének adataim arról, hogy, hogy a saját csapatom mondjuk mondjuk az, az hogyan de ugye erről adatokat is nehéz gyűjteni, mert azért hogy minden meccsen vannak ilyen klács de ha, ha mit tudom én, egy, egy, egy mintám lenne, vagy valami, akkor lehet, hogy előre kitalálnám már, hogy mi ez a helyzet, de ha ott kell dönteni, tehát, hogyha, ha mondjuk lekéne le sétálnom oda a, a, a pad mellé, és nekem csak ezt az egyet kéne megmondanom, a meccsről lejövet, én szerintem a védekezés mondanám a, akkor is. Pont ezért. Értem. Egy dolgot még a legvégére, amin azt hiszem, hogy, hogy itt, ilyenkor azért adásra készül, megnézem a vendégkönyvet, meg a egészen borzalmas BB egy komment szekcióhoz is. <síns> Még, Még bemerülsz lát... el. <síns> igen, igen, igen. Még ott se láttam az ilyet felvetésként, de aztán egyáltalán nem csodálkozom. Csak hát nyilván arra van ez a podcast, hogy gondolatébresztőket is megfogalmazunk. A végén, ugye tényleg a legvégén, másfél másodperc, Morgan oldalvonani bedobása a az Egerszeg ugye a mi időkérésünket követően, és teljesen logikusan Tótádám megy oda, nyomja is a Morgan elé, aki nyomja is a Treshtorkot azért közben. Rendben van. Mit csinál ilyenkor Tótádám, amit egyébként másik csinál a helyében, tehát még nem ő ellene szól, kézzel, lábbal kapálózik, ugrával. Nyilván, hogy minél nagyobb mm. felületet ö, próbáljon eltakarni a labdát bedobó játékos elő, és hát nyilván olyan szögben áll, hogy lehetőleg ne előre felé tudjon passzolni, esetleg kicsit hátrafelé a felező felé, abból lehet számukra kevesebb gond. És azért amikor ö, ö, ma ezt visszanéztem többször ezt a jelenetet, belegondoltam, hogy azért ez egy eléggé nekem kosárlabda specifikus történet, hogy ez teljesen megengedhető. Tehát most gondoljuk el azt a szituációt labdarúgásban, hogy szabadrugással jössz oldalról, és a védő igen. kézzel, lábbal ugrál előtted. Hát igen. Tehát ugye ott a, ott a kéz szabálytalan felület, itt a láb. És mi van, főleg az utóbbi, nem tudom, 5-8-10 évben mi az, ami eluralkodott az, ami korábban évtizedekig gond volt a fociban, hogy akció közben is gyakorlatilag szinte természetelenesen futnak a védők, amikor egy oldalban beadástól tartanak, hogy így a hátuk mögé teszik összekulcsulva gyakorlatilag a kezüket, hogy még csak véretlenül se érje a kezüket a labda. Ehhez képest mit csinál tótádám ebben a szituációban? Konkrétan ugrál, a derék magasságig emeli éppen azt a lábát, amerre Morgan próbálja bemutatni, hogy merre fog passzolni, teljesen egyértelműen megmutatva azt, hogy ha kell, akkor ő lábbal fogja megakadályozni a passzt. És mi történik? Morgan bedobja a labdát, és Tóth Ádám lábbal akadályozza meg a paszt, ami kimegy oldalra, és ennek az ég egy a világon semmilyen szankciója nincsen, ugyanonnan még egyszer jövünk, ott volt egy ilyen, hogy egyáltalán elindult el az óra, vagy nem, most azt, hogy most egy tizedet, vagy kettőt, nem, nem tudom, de ez teljesen szabályos, tehát hogy ez, tehát ilyet fociban te nem látsz, hát hol, hol látsz te ilyet, hogy akár mondjuk legyen egy bedobás, hogy a védő a bedobás úgy zavarja, hogy hogy ugrál fölfele a kezeivel, hogy hogy teljesen mindegy. Hát, Sze, de nézze. ott, ott pirosat kapsz érte. Tehát, hogy hát, ö, és ö, jó, itt, de minimum sárgát. Itt meg ugye... és Ez teljesen rendben van. És így kimegy a tótárdán balával labda, de Morgan visszakapja, mit csinál? Hát látja jó, hogy itt az, ezt az embert, ez két méteres közelben a passzának el kell kerülnie. Kúk így Tóth Ádám mögött, nyilván emberrel a nyakán, és ad egy rossz paszt. Ad egy rossz paszt, mert, mert főleg azt nézi elsősorban, hogy kerülje ki ezt az embert. Hmm. És ugye ugyan szó, ugye lefele passzol, tehát arra is kell figyelni, hogy a labdát is kerülje el, mert ha még ötször kilugja Ádám a labdát, akkor ne jár az a másik. de igen, igen. Igen. É, igen. És ugye adott egy, adott egy rossz paszt, nem lett belőle semmi, utána Tóth Ádám még mindig magyarázott Morgannek, tehát, hogy, ö, hogy ez azért, és ezt még egyszer mondom, biztos, hogy a benne, hogyha ez fordítva van, és durázzuk rá, akkor ellenünk se ítélt volna senki, tehát félreért is Ez nem az ETA ellen, szóval nem a játékvezető, hanem ez egy teljesen általános felfogás, ez normális, hogy valaki ott a kezét, lábát emelgeti, ugrálgat, és teljesen, teljesen úgy van fölkészülve, hogyha kell, akkor kész lábbal akadályozom meg, és kirúgom a, a tribűre a labdát, ahogy van, és kész. És azért ez egy kicsit azért bennem úgy elgondolgottató, hogy ilyen megy szituációban, az rendben van-e az a szabályalkalmazás, hogy erre úgy vagyunk, hogy mindenki vállat van. És tényleg mindenki, tehát nincs az a körben szurkoló szerintem, aki rajtam kívül ezen egyáltalán fönnakat volna, hogy, hogy, ez teljesen... De nem, ez figyelj, ez így elkanog. van, mert, mert, hogy mondjam, azért ugye ez szerintem azért is nehezebb ügy, mert ha, ha azt vesszük, eh, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy a talajon maradjál, ugye a. ahhoz kell a lábad, nyilván. ahhoz kell, az kell a lábad. Tehát, hogy nem tudod azt úgy eh, kontrollálni, kvázi, mert ugye eh, most ha az lenne. Most, most fordítsuk át ezt a fociból. Most ha az lenne, hogyha, hogy, eh, hogyha az. Tehát az lenne a kosárlabda abban a lábbal, mint a fociba a kéze, most ha a kosárlabdában a lábbal mondjuk terpezbe állnál, e, most csak mondok egy hülye példát, és valaki rádobja a labdát, akkor, akkor e, piros lapot kapnál, kvázi, mert hogy e, nem természetes állapotban áll a lábad. Ugye ennek, e, ennek gyakorlatilag semmilyen e, realitása nincs, e, és úgy gondolom, hogy ezzel muszáj együtt élni itt a kosárlabdában, hogy kézzel lábbal ugye nagyobb felületet lehet takarni a labdát bedobó játékos előtt egy kisebb pályán. Tehát ez azzal jár, viszont, viszont ugye nyilván azzal jár, viszont hogy sikeres a dobás, sikeres a bedobás, akkor akár még a félpályáról is sokkal uh, nagyobb az esély annak, hogy mondjuk te kosarat szerzel, uh, mint mondjuk a fociba uh, az, az ottani félpályáról. Tehát szerintem ez egy ilyen valamit valamiért helyzet, és uh, alapvetően tök jogos a felvetés, hogy, hogy uh, in inkább, inkább nyilván azt, hogyha olyan lenne, hogy valaki mit tudom én, egy ilyen helyzetben háromszor belerúg, akkor ne pörögjön le az óra, hanem mit tudom én, kapjon egy kapja egy személyhibát, még, még ilyeneket is jobban el tud képzelni. Igen. Ugye itt most azért mondom, hogy ha valaki ezt visszanézné, tehát konkrétan úgy ő, ugrált Morgan előtt, és ez tényleg megtörtént, hogy a lábát jó magasra, oldalra felemelve táncolt előtte. Tehát egyértelműen úgy készült, hogy a lábát is használni hmm. fogja. Hm? Tehát, tehát itt, itt, itt az a történet ebben az esetben nem áll meg, hogy hát muszáj valorgyálnod a lábadon, mert Tóthadán folyamatosan ugrált, és a lábait emelgette is közben. Tehát ez azért messze van attól, hogy, hogy ő csak így tud létezni, és nem muszáj seggen ülni, Tehát, hogy ő abszolút úgy készült, hogy ha kell, akkor használja a lábát, hogy ne legyen jó passz, és mit ad Isten? Használta a lábát, hogy ne legyen jó passz. De egyébként a fociban is, hogyha belegondolsz, az egyébként egy teljesen természetes szituáció, hanem amikor a védők hátlatet futnak, hát az az, 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 milyen egy, egyébként hát, előtt, mikor futta te Igen, életben. persze, persze, de, de ugye, hogy, úgy mondjam, hogy... nehéz ugye ez ebből a szempontból szerintem, mert, mert eh, eh, hogy mondjam, ahol 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 akkor is szankcionálnak, ha mondjuk megpattan egy labda, de neked mondjuk így, úgy áll a kezed, amit mondjuk azt, azt mondják, hogy természet ellen, akkor is szankcionálnak, érted? Meg akkor is 11-es van érte. Tehát eh, nehéz ügy ez, pláne, pláne az, hogy most itt, oké, okay, lehet, hogy itt, ugye mondjuk egy bíró felmérheti, hogyha. hogyha a Tóth Ádám ritmikus és, és a nyaka köré emeli a lábát, az nem egy természetes eh, eh, dolog, mármint, hogy nem egy természetes tartás, de alapvetően azért mondjuk meccs közben nagyon nehéz szerintem ezt a fociban is itt, meg itt is megítélni, vagy nehéz lenne megítélni, hogy most, hogy most mi a természetes test, testtartás, vagy hogy mi a, mit tudom én, a, a zárt láb, vagy a test mellé szorított kéz, eh, tehát abba a tempóba amikor egy fél másodperc múlva már teljesen másval állnak a végtagjaid, ugye? Igen, uh, igen, igen, Én mondom, én én inkább azt tudnám elképzelni, hogy hogy akkor is, hogyha, tehát mindentől függetlenül, ha mit tudom én ilyenkor van, uh, három mondjuk lábban-labdába ér, és akkor akkor annak legyen valami szankciója. Mert ugye a kettő véletlenül is történik, uh, uh, harmadikra már ugye lehet azt mondani, hogy, hogy azt akkor az, azt valamilyen szempontból el lehet kerülni, vagy jobban engedni a bedobást. De nem tudom. Tehát ez, ez valóban érdekes felvetés, úgyhogy mindenkitől számítunk valami, valami építő jellegű dologra, hogy, hogy minden hallgatónktól, hogy, 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 ez most ez most így jó-e, vagy nem jó? Igen, igen. Hát azért mondom, ez csak egy ilyen kis Gondolatébresztő volt itt a meccs. De alapvetően jó ö, ö, dolog ez, mert hát sajnos ugye a negyedik meccsről nem. Hát olyan. Én úgy gondolom, hogy olyan rettenetesen ö, sokat ö, nem fogunk tudni beszélni. Ö, nem gondoltam volna, hogy nyerünk ö, Fehérváron, ö, és nem egy nagy. Ö, dolog szerintem azt most jelenleg kimondani, hogy ez a Alba, ez egy rettetesen komoly, majdnok esélyes csapat, ha minden klappol náluk. E, igen, csak úgy, tűntek, hogy úgy tűnt, hogy nagyon jól össze vannak rakva, e, nem mellesleg úgy, hogy e, Chambers barátunknál van a karmesteri pálca. Hát az az biztos, hogy a bajnokság egyik legerősebb ötöse. úgyhogy az Alba, az, ugye igazoltak egy ötödik légiós, aki jelenik, még nem játszott, de az Alba akkor meglévő négy légiós a Vojvodával kiegészülve. Hát azzal vitatkozik, hogy bajnok esélyes, mert szerintem ennek a bajnokságnak egy bajnok esélyese van a mai napon éppen 18 ponttal Franciaországban nyerő csapatra gondolok. Tehát ö, nem gondolnám, hogy ellenük az alba egy rájátszás párházban olyan, a jelenlegi keretekkel túl sokra menne, hát talán egy meccset, ha behúznának. De, Na majd meglátjuk, kíváncsi lesz. Meg, igen, de az kétségtelen, hogy azért ez a, ez a Chambers, Vojvoda, Barrett, Filmor, Diki ötös, ezért ez, 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 nagyon komoly. Egyébként meg ugye, a, a, ez a meccs, nem nézett ki olyan szarul, már a kifejezésére, egy ilyen a harmadik negyed közepéig. Tehát ott a második negyed végén, amilyen bénázásink voltak a leindításokban, amikor tényleg az embernek a... az agyja elszállt, majd, hogy nem. Hát arra ott, meg is ott... kaptuk a büntetést, igen. El, Tehát a, ugye... a, és abból jöttek a, a vojvod, a triplák, ott ott húztak el tíz ponttal, kicsit több is volt már, mint tíz, és akkor onnan még visszajöttünk hétre, úgy, hogy ugye ekkor már nem, ugye nem is volt a másik fél időben, ugye az 23 as szabály, tehát tényleg ezzel az említett ötössel játszottak, mi ehhez képes tartottuk magunkat, de ott egész, de, de, de nyilván mind, mind fizikálisan, mind mentálisan elfáradtunk, kártert cipeltük, ameddig tudtuk magunkkal, és, és, itt azért ráadásul azért ezen a meccsen Morgannek volt egy-két nagyon kiszámít. Egy, egy, egyébként is Morgendek az feltűnő, hogy amikor így bal kézzel valami nagyot akar passzolni, azt olyan lassan csinálja, hogy, 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 tényleg a, egyébként elindult közben a városi bajnokság, úgyhogy arra csak, tényleg csak így említés szinten. Tehát valahogy ott, ott tudnám azt elképzelni, hogy ez még működik, de nem vagyok benne biztos egyébként. Úgyhogy hogy ahogy így kitartja bal kézzel a laudát, és akkor így, 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 így tényleg a, a a csarnok felső sarkában áttaláló és söröző ember is gondolja, hogy, hogy mi fog történni. Tehát, és akkor így akar a férpályárok Carternek a gyűrű alá három védő közé hmm. Tehát azért ezek, ezek azért kicsit kiakasztóak voltak ezen a meccsen. Úgyhogy hát nem, de aztán, 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 aztán nem, 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 nem bírtuk. De egyébként mondom, 51-44-ig én szerintem igen, igen, igen. nem nézett ki ez olyan, olyan ne, ne, rosszul. Ne, nem, volt, nem volt rossz, de, de igen, tehát ez De, ez de, 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 de meg... az alba az ilyen hibákat tehát azon, azonnal büntetik. Igen, ilyen igen, ilyen igen. Tehát... mondjak, tehát hogy át onnantól fogva, hogy csinálod a hülyeségeket, eladod a labdát ilyen bagatel módon, meg, meg lassan játszol, akkor egész egyszerűen átfutnak rajtad, és, és, és pár perc alatt kialakul. 5 pontról egy 20 pontos különbség, onnan meg a büdös érve nem jössz vissza. Tehát ez most megint egy, megint egy ö, olyan albát lehetett látni, igen, aki, aki ezeket kíméletlenül demoralizálja. És nem is az, hogy megbünteti, hanem ugye azért, ö, ö, hanem én, én úgy azt jegyeztem föl a meccs közben, hogy ö, mindig demoralizálnak. Tehát, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy dobnak egy kettest, és akkor jó van, hanem hanem vagy egy izé zsák, vagy egy, vagy egy, olyan hármas, vagy két hármas egymás után. Tehát, hogy, hogy, hogy még, még véletlenül sem legyen esély arra, hogy, hogy lelkileg egy kicsit visszafordítsuk ezt az egészet. Igen, ez abszolút. Tehát ez így van. Ráadásul azért pont az alba az a csapat, aki ezt pászok körben, is eljátszotta. Tehát igen, 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 igen. azért mondom, hogy... Nagy, kaptunk tőle nagy veréseket, nem csak Fehérváron, hanem hanem körmenden is. Sajnos, sajnos, hát, hát ez ebben most itt a végén beleszaladtunk, de mondom azért ez se nézett ki sokáig olyan rosszul. Azt is tegyük hozzá persze, hogy, hogy itt azért már megmutatta magát Durázi, hogy ő kezd visszatérni. De, ami nagyon kell, ami nagyon kell, mert... De, de, de miközben ugye két szezonnal ezelőtt, ha mindenek az Dur Durázi volt a legjobb triplázónk, ebben a szezonban még nem dobott triplát, akkor Fepúnak is volt egy darab tripla kísérlete. Mm -hmm. Tehát a, 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 magyar pontok, a, a nagyon a, 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 szerepeknek a rendeződése az az, 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 még itt, itt, ezen a meccsen azért kijött, hogy, hogy hiányzik ahhoz, hogy, 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 hogy átlépjünk, egy, átlépjünk arra a szintre, ahol, ahol mindannyian szeretnénk, hogy legyünk mert csak a légiósokban nyilván nyilván azért akkor sem lehetne bízni, hogyha, hogyha az öt egyébként nagyon jó, nagyon jó légiós lenne, ami azért nyilvánvalóan az anyagi lehetőségénk figyelembe vételével, amúgy sem lenne túl megvalósítható. Ja, Úgyhogy... ettől, ettől függetlenül azt kérdezném, hogy most ugye itt állunk, igen, 3-3. Van egy korábbi évekhez képest szokatlanul lájtos novemberünk, ugye decemberig összesen három meccsünk van hátra, szombaton a Ludovikában, Honvéddal, aztán Szeged, aztán pedig Oroszlány Mit vársz? És ha most ott járnánk uh, januárba, szerinted uh, most egy kicsit tegyük félre talán a lehetőségeinket, pusztán szakmailag, uh, vagy ne, ne tegyük félre a lehetőségeinket? A lehetőségeink figyelembevételével vársz-e légiós cserét? Hát... Ugye az a baj, hogy nem <laughs> jó lenne tudni, hogy mik a lehetőségeink. Ugye megint volt az, hogy amit tavaly is beszéltünk, hogy az égisszel megint jött az, hogy szerződés hosszabbítás volt, és akkor nem tudjuk sose, hogy mikor jár le, és akkor mennyi, mennyi pusztítás. Ez most járt le, le úgyhogy vagy egy most. Talán, de akkor most akkor megint be volt jelentve, hogy folytatódik a megállapodás, aminek megyünk. Úgyhogy nyilván, nyilván nem tudom, hogy milyen. Ugye az a, az a probléma, hogy a legpénzesebb ö, poszton van a, van a gondunk. Hát, tehát, az, az tehát ha egy kettest kellene keresni, akkor, akkor azért valószínűleg valamivel valamilyen könnyebb lenne. A másik, hogy de, az már lenne az ő problémája, ha, 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 ha arra azért mondjuk biztos, hogyha ha akármikor ez végül megvalósulna, az biztos, hogy ezt meg fogom nézni, hogy a következő két-három évben mi lesz ezzel a MySkart erre, mert erre tényleg kellene vagyok, hogy, hogy van-e olyan csapat egyáltalán a világon, ahol ő meg tudja találni a, a számítását, mert, mert, lehet, hogy ez a körben is lehetne, hogyha módosítan a a a... Igen, De... igen, igen. Van benne De... még, szerintem van benne. Van igen, benne csak, még... csak hogy azt csak... Nem tudom, hogy, hogy van-e olyan csapat, ahol ő, uh -huh. ami ő neki ahhoz elég, hogy ő ott összetörje magát, de, meg is, de az a csapat, és, van -e, és közben az a csapat meg is adja neki a lehetőséget. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy van-e van, van -e ennek közös halmaza ennek a két dolognak. Igen. Ebben Igen. vagyok egy kicsit szkeptikus, mert ő azért úgy tűnik, de ezt beszéltük a szezon elején is, ugye a közösségi médiás posztjai alapján, hogy ő magát azért eléggé a magyar bajnokságnál feljebb pozícionálja, de van-e olyan csapat, aki a magyar bajnokságnál egyértelműen feljebb pozícionálja, vagy feljebb van, tehát motiválja Kártert, de, és, és az a csapat meg is adja neki a lehetőséget. Mm. Hát ebbe, tehát, hogy ennek van egy közös halmaza, ebben vagyok egy kicsit. De ez, 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 hogyha úgy alakulna, legyen a, legyen az ő, ő problémája. Hát más játékos szerintem nem cseréje egyelőre. Azt gondolom, hogy hogy most itt mondtam azt, hogy azért Morgannek ez a volt egy-két ilyen hát védekezésben is, meg támadásban is azért vannak vele szerintem úgy problémák, de azok messze nem én, olyan hasonlóak. Hagynék neki én időt, szerintem. De én mindenképpen. Nem. Tehát azért mondom, hogy egyelőre ez valószínűleg csak Centerbe, de hát az meg nagyon nehéz, hogy most hogy kifogni egy egy gyakorlatilag egyértelműen jó centert, tehát az, 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 az egy, az egy kegyetlen dolog. A, ugye az időzítés nehéz. Tehát az, hogy hogyan egyezel meg azzal, akit akivel szeretnéd megszakítani a kapcsolatod, mikor lenne jó hozni az ő pótlását, hogy, euh, hogy ezt, 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 így, hogy február végéig lehet idén is igazolni, hogy ezt, ezt is így belőni, hogy mikor érdemes, mert, mert, mi van ebben a szezonban, tehát hogy hogy, 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 hányadik helyre tudnánk odaérni még az alapszakaszban. Meddig És hagyni akkor, még időt. Igen, igen, igen ez, 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 egy, ez, egy, ez egy nagyon kemény dolog. És egyébként ez egy kicsit tényleg, tényleg ez egy igazságtalan dolog valamilyen szinten. Én azt gondolom a, a, az összes edzővel itt, itt Magyarországon a kosárlabdában, hogy, hogy a, 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 a munkádnak az egyik legnagyobb terhe tényleg azonban, hogy összeállítsd a, a keretet, és a, onnantól fogva, hogy ha, 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 jól belenyúltál, akkor ha közepes edző vagy egyébként, akkor is jönnek a sikereid, ha meg, ha meg vagy rosszul nyújtál be, vagy egész egyszerűen rosszak a lehetőségeid, amit te nem tudsz befolyásolni, hogy a csapatnak mire van pénze, mert mire nincs. Akkor meg lehetsz te tök jó edző, akkor is azért eléggé korlátolt az, hogy mire tudsz menni az adott állományjal. Na jó, de hát ez, ez, az, szerintem nem. Ez nem, ilyen szakma. Nem, nem, igen. specifikus probléma. Félrajtáskertől is a vége. Természetesen ezek csak elméleti fejtegetések voltak. Azért, azért igen, kérdeztem igen. csak, hogy, hogy elméletben, tehát semmi Semmi ilyen, ilyen dolog nincs mögötte, hogy, hogy tehát semmit nem kell belegondolni mögötte, csak, csak arra gondoltam, hogy, hogy elméletben, elméletben hogyan lehetne vinni. Egyébként én úgy gondolom, hogy kárta nem annyira rossz, hogy még egy kis idő nem, nem járna neki, mert hát lehet, hogy amúgy is az egész szezon amúgy is járni fog neki, tehát nem tudom. Nagyon nagyon jogos dolog az, amit felvetettél, hogy hogy, 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 hogy most hova pozícionálja magát, stb. stb. Kíváncsi vagyok, hogy csiszolódik -e még a dolog, vagy vagy, vagy, vagy tudjuk, vagy vagy történik valami olyan kis irányváltás, amivel talán egy kicsit hasznosabb lesz a csapatnak. De majd meglátjuk. Mit vársz akkor ezt a novembertől? Az, azért nehéz a, a, Szeged meg az oroszlány, hogy van hát főleg két-két olyan légiósuk, amin, amin, akiknek jó egyéni képességeik vannak, így egy-egyben nagyon ponterősek, erősek, tehát az ő limitálásuk, hogy rajtuk hogyan, mikor ütjük be a faltokat, és kiüti be, tehát ezek lesznek a kulcskérdések, mert ha elkapják a fonalat, akkor akár, akár idegenben is a, tehát körben is a szeget tudna dobni 88-90 pontot, vagy még azon is túl, tehát hogy arra nagyon-nagyon figyelni kell, és ugyanez a veszély benne van oroszlányban is, hogy, hogy, hogy meglódulhatnak nagyon, a, hogyha azt a, azt a két-két játékos nem, nem, nem limitáljuk le. Ha viszont jobban a mi játékstílusunk tudna jobban érvényesülni, akkor, akkor, akkor akár mindkét mérkőzést be tudjuk húzni. A honvéd, az, az, a honvéd, azt nem tudom, az a honvédot nem szeretem. <laughs> azt a kossál, az nem, ez a, nem tudom, valahogy olyan, valahogy ugye az, a, a, de idén meg az, az NK, meg pláne olyan, hogy ránézek a keretre, és azt látom, hogy minden meccsen ki kéne kapniuk 40 ponttal, aztán dehogy kapnak ki minden meccsen 40 ponttal. A honvédnál is azt érzem, hogy hogy ú, az ember rámondja, hogy na hát ezt azért meg kéne nyerni, teljesen mindegy, hogy csak egy ponttal, egy ponttal, de ezt azért meg kéne nyerni, de nem lesz az olyan, nem lesz az olyan ö, egyszerű történet. Ö, úgyhogy hát most, azon, most az, hogy, a, hogy, ezen a három meccsen a kettő egyet aláírnám-e, szerintem igen, igen. Tehát alapvetően gondolom, jó. jó. jó, jó, erre ezt gondoltam ezt ezt igazából. nehéz vitázni a logikáddal, ugyanakkor eh, én most eh, az, azt gondolom, hogy a három nulsa lehetetlen, mert most úgy nem, gondolom, nem. Én, 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 úgy gondolom, hogy eh, benne lehet most egy oroszlányi siker a utóbbi évek egy-két kudarcos mérkőzése után. Attól függetlenül, hogy eh, talán az utóbbi évek egyik legjobb oséje van. Eh, benne lehet. Uh, úgyhogy én azt mondom, és akkor majd a következő adásnál megbeszéljük. Uh, én, 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 várom a 3 0 uh, és nem, nem pusztán a húra, nem pusztán húra optimizmusból, hanem, hanem uh, uh, némileg uh, tiszta fejjel, némileg meg, uh, némileg meg érzésekből. Úgyhogy meglátjuk. Uh, aztán ezeket nyilván ki fogjuk beszélni majd a legközelebbi adásban, hogy, hogy mennyire, mennyire, nem értek én ehhez az egészhez. Van-e még valami, ami a mérkőzéseken kívül beszéljünk-e valamiről? Hát ugye közben az kiderült, ugye a, az, hogy a, nem tudtak az izraeli klubok a FIBA-val megegyezni, itt a nemzetközi kupa szereplésről, hogy cikluson uh -huh. hogyan játszanának, stb. hogyan pótolnák a meccseket, meg hogyan kellene a meccseket megrendezni. Úgy aztán abba a szituációba kerültünk, hogy a körmenden a, a sejtező tovább megnyerő herceg a meccset se játszott, aztán a főtáblán, és és elvileg minden eredményüket ö, ö, törlik a szabályzat alapján, de aztán végül a csoportkörben nem is játszottak. Úgyhogy lett egy selejtező torna, amit ugye beszéltünk, hogy hát szlopiztunk érte, igen, valószínűleg igen. fizettünk érte, voltak azért nézők, de teltház azért, azért nem volt, tehát az, az erősen valószínű, hogy az bőven mínuszos történet volt, és tulajdonképpen annak a selejtező tornának utólag semmi. Hát idézőjelben értelme, legalábbis eredmény, hivatos eredmény. Ez egészen elképesztően elképesztő azért. Azért így megkérdőjeleződött, hát, mert ugye hogy... három izraeli csapatról van szó, a másik kettő kapásból a főtáblán indult, nem játszottak meccset, kész, lett két három fős csoport. Na most így az Alba csoportja is, ugye, ahol mi kerültünk Igen. volna három fős lett, Az más kérdés, az Alba a 0-2-vel áll, úgyhogy valószínűleg nem fogják megnyerni a csoportot de hogy, hogy, így, meg aztán mi játszottunk két meccset, egyiket megnyertük, másikon meg kikaptunk azzal, aki meg nem játszott meccset a főtáblán. Tehát az, az egy más kérdés, hogy most valószínűleg nekünk erre a, ezzel a kerettel, nem, meg itt a sérülések figyelembevételével nem biztos, hogy hiányzik heti két meccs, meg, meg közte az utazások, azt nem tudom, de hát így azért rendkívül pekhesen jártunk, és tegyük hozzá még egyszer, mondom, hogy mivel a, a Herceg volt az egyetlen selejtezős, a három érintett csapat közül, ezért az, egy, az egész Piva kupával, aha ha viszívtunk egyedül ezzel az izraeli klubokon felül, mert senki más nem került emiatt hátrányba, mert ugye még az Anorthoz is semmi, mivel őket mi megvertük, tehát ők se jönnének. Hát igen, igen. Fő, tehát hogy... Ugye ez azért egy masszív, masszív ö, ö, szívás úgy szívás, meg főleg tényleg azt, hogy nem tudjuk, hogy ez, ez így agyagilag, ez, ez így most akkor mennyi mínusz volt nekünk, amit hát feltételezem, hogy nem is nagyon fog itt a FIBA kompenzálni, mert hogy valószínűleg így jártunk. És ezért ez azért, ez nehéz is bármit hozzátenni szerintem, tehát hogy nem, nem, nem elégszer fogadtunk ki ezzel kapcsolatban már, hát ez nem, hogy mondjam, nem erősíti a most attól függetlenül, hogy nyilván nem jók ezek az események, és nem jó, e, e, tehát hogy nem, nem nehéz ezekre fölkészülni, de nekem nem segíti elő azt, hogy e, pozitívabban gondolkodjak a FIBA által szervezett események Igen, szervezéséről m. és rendezéséről. Igen, hát az az izraeli klubok közleménye szerint azért a FIBA rugalma, rugalmasság az, Hát az, 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 megkérdőjelezhető. Tehát, hogyha annak a közelménynek a fele igaz, akkor azért bőven van sor a, a fibának a dolog van. De hát, hát úgyhogy ez még egy, ez még én nem akármilyen adalék így az elmúlt hónapunkhoz ezt, ezt gondoltam megemlíteni. Illetve hát ugye mindig szoktunk beszélni azért az ilyen marketing dolgokról, hogy itt azért a játékosokkal megy ez a kérdez, feledek. Ö... Kérdezzetek tőlük mindenképpen, csak ne olyat mint Carter tett, ugye Sage-től, hogy is, is, the water wet? hát, hát hogy tehát ne, no, ilyet. Ne, ne, ilyet, ilyet. kérdezetek, értelmeset a játékosoktól, és uh, szerintem ez, ez, ez munkás, ahogy, ahogy, válaszolnak. Még hogy nyilván vannak benne um, sablon dolgok, meg mit tudom én, milyen dolgok, de attól függetlenül szerintem egy tök jó dolog. Igen, úgyhogy, úgyhogy most éppen Morgan van soron, meghallgatjuk majd, meghallgatjuk majd őt is. Láttam, láttam már troll kérdéseket ott is, úgyhogy, úgyhogy, azért csak óvatosan. Meg még azt megemlíteni, most egy, tényleg csak egy kis kiegészítés, hogy, hogy érdekes, tehát hogy, hogy sajnos néha ugye a, a hivatalos Facebook oldal a komment szekcióját is megtalálnak ilyen borzasztó botok. Ugye láttam már olyat, aki olyan botokat, ami olyan linkeket nyomod a komment szekcióba, mintha, mintha ugye a meccsek közvetítési link jelenne. Most meg már ilyen, mit tudom én, ilyen AI által generált, ilyen segélykérő, rákos vagyok, és segítsetek pénzzel, vagy valami ilyesmi szöveg is jött oda a kommentek közé. Egy a lényeg, legyetek ezek óvatosak, jó? Tehát amikor ezeket a baromságokat látjátok, akkor senki semmire ne kattintson, mert, mert ne írjon e-mailt, meg semmi, semmi ilyet ne csináljon, mert ezek, ezek ugye, ezek az automatikus dolgok sajnos még Ezeket a, ezeket a komment szekciókat is képesek megszállni. Ezt csak meg akartam említeni, hogyha valaki véletlenül ilyet lát, akkor éljen a gyanúperrel. Igen. És hogyha Nigériába örökölne egy ilyen 63 ezer milliárd dollárt, akkor is legyen némi gyanúja, hogy nem biztos. Igen, mm -hmm. igen, igen. Nem, igen. nem biztos. Már Már azok az e-mailek megszűntek, és lehet, hogy ez azért szó, Lehet, hát figyelj, én ezeket most már nem nagyon kapom, nem. és lehet, hogy ez azért van, mert tényleg egyszer valaki válaszolt, és ott volt a pénz. Ja, igazad van, igazad van. Jó, -e nem viccelünk, nagyon óvatosan, Igen. nagyon hamar el elvihetik az adataitokat, stb. stb. Szóval óvatosan, ezt csak mondom, csak azért említettem meg, mert sajnos láttam a láttam a Facebook oldal a komment szekciójában, hogy, hogy, hogy ilyen, e, ilyenek is vannak. Na, íték is 5 percet lezárva. E, lezárhatjuk a mai napunkat? Igen, igen, azt gondolom. Oké, okay, há három, hárommal állunk. E, Honvéd, Szeged, e, Ose. Szerintem utána fogunk jönni. Én úgy gondolom, hogy valamikor december elején szerintem összeülünk egy, egy, egy következő, egy következő megbeszélésre. Addig is ne felejtjétek a Facebook oldalt, illetve a podcast felületeken a feliratkozásokat. Köszi Tomi, köszi a mai beszélgetést, és vigyázzatok magatokra, hajrá MTE! MTE, sziasztok!